Litkei Tamás okleveles építészmérnök vezető tervező 1966-ban született Debrecenben. Szülővárosában érettségizett 1984-ben, majd 1991-ben szerzett diplomát a Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karán. Kínában, Mongóliában és Indiában is járt tanulmányúton, majd a Kós Károly Egyesülés vándoriskolájának keretében dolgozott Budapesten, Kaposváron, Keszthelyen, végül Kecskeméten. Neves az organikus építészetet művelő mesterek irányításával. 1994-ben megvédte vándoriskolai diplomáját egy általa tervezett és megépült épület bemutatásával. 1994 nyarán részt vett a Prince of Wales Institute of Architecture másfél hónapos városépítészeti kurzusán, ami egyfajta vándortáborként Londonban, a franciaországi Chinonban és az olaszországi Viterbóban vizsgált városépítészeti kérdéseket, majd tett megoldási javaslatokat a felvetődött problémákra. 1994 óta él Szombathelyen, építésztervezőként dolgozik. 5 éve a Litkei Építésziroda Kft. Vezetője, tervez családi házakat, közösségi épületeket, műemléki épületfelújításokat, készít többféle városfejlesztési témában tanulmányterveket. Nevéhez fűződik a Szent Márton tér átépítése a Szent Márton templom felújításával együtt. Hozzá kötődik a református templom nemrég elkészült tornyának, valamint a középhegyi úton épült Waldorf óvodának a tervezése is. Ő készítette egyebek mellett a Kalandváros, a Napház és a Pelikánház felújításának terveit. Általa tervezett épületegyüttes az Őrségi Nemzeti Park igazgatóság fogadóépülete és irodaháza Őri Szent Péteren. 1994 óta tagja a Magyar Építőművészek Szövetségének, részt vesz a Vasmegyei Építészkamara munkájában. Építész szakértő tagja a Szombathelyi Közgyűlés Városfejlesztési Bizottságának, a Városi Tervtanácsnak, 2002 óta pedig a Kós Károly Egyesülésnek, immár mesterként segíti a vándoriskola munkáját.